Trubi egy olyan arc, akit bárki ismer, és bárki pörög a zenéire. Ez így van, hiszen születési évem 94! Anyád 92-ben megvoltam mosdóban a Tesco-ba Szentendrén! A demokrácia csak úgy jól szabad, bátya! Benne ütött volna ennyire az apjára, mi ez a nagy lárma? Ja, csak Rubi veri a farkát rám megint egy vakránya! Gyere észre, na, gyere! Sziasztok, az itt a Partiségek lesz legújabb epizódja. A mai epizódban ellátogattunk kire, Kistelekre, az Open Project szabadtéri rendezvényére. Hogyha még nem tettétek meg, akkor iratkozzatok fel a YouTube csatornánkra, és tartsatok velünk a mai epizód folyamán is. Mi van a plan? 1216. Mit akartak? Ezek a köcsönök mit akartak? Ki vagy a kép? Ki vagy a kép? Mit szóltok ahhoz, hogy Kisteleken elindult valami parti sorozat? Én pitaja volt már! Hát én nem ide most jövő, de ezt nem csak jó. A mai napon melyik fellépőt vehetetek a legjobban? Retkes Mitét! Igen. Akkor ti még nem tudjátok, hogy ő már nem jön el. Ne már! Minek köszönhető ez az extravagáns parti szerkó? Hát nem... Zümen Pralának! Csak neki szól, csak neki! Én azt sem tudom, mit kérdezett! Mióta követitek a Lumen Pralát? Két éve? Fél éve? Másfél éve kb. És ismeritek azt a számát, hogy biciklivel járok? Menj és kiszabtátok el! Nem köszönök, nincs semmi! Engem akar mindenki! Engem akar mindenki! Engem akar mindenki! Hey, yeah, hey! Veli, Fili, Fici! Köszönöm, nincs mi kép! Veli, Fili, Fici! Baszt az összem kitripelé! Van már valamilyen szereplésed valahol az interneten, vagy ez az első? Hát, szerintem ez lesz az első. És milyen érzés debütálni itt a Partiségkös csatornáján? Kurva jó! És a buli milyen? Kurva jó! Hova vadósi vagy? Kistelek! Akkor neked a legegyszerűbb hazamenni. Persze. Mit szólsz hozzá, hogy Kisteleken itt nyáron van valami kialakulóban, egy lényegében egy mini fesztivál? Szerintem ez most rohadt jó. Jó a társaság, nagyon jó. És van olyan fellépő, akit nagyon szerettél a mai napon? Hát mindegyik jó. Nagyon jó. Ha legközelebb lenne itt egy hasonló kaliberű rendezvény, kit hívnál el? Itt lennél, de kit hívnál el? Kedves barátomat, természetesen úgy, mint most. Akkor a hatalmas parti van itt, Zsizsi barátnőm megjön. Aki nem szeretne szerepelni. Ő Zsizsi. Szia. Hellóka. Boldog születésnapot, akkor ez... Egy éves vagyok. Én csak 20 éves vagyok. Ki nézek annyinek? 13. Most maradválkoztam tegnap. Ér, tuti azért. Egyébként melyik volt az a fellépő, akit te nagyon kiemelnél itt? Lumen Prala! Jó! Van olyan száma, aminek el tudnád énekelni a refrénjét? Szukka, ey! Melyik fellépő miatt jöttetek? Lumen Prala! Prala! Mióta követitek őt? Sok éve! Egy éve! És melyik az a száma, ami szerintetek nagyon jó? Dubaj! Ki ajánlotta neked a mai bulit? Igazából így, ugye ott volt fent Facebookon, meg Instagramon. Mondom, jók a fellépő, mondom, akkor eljövünk egyet. Mi volt az első benyomásod, amikor megláttad, hogy jön a Lumen Prala, a Sörésfő, az Unicornis DJ, a Retkes Pite, meg még az Audio Poéta is? Őszintén megvalva, amúgy azt mondom, hogy jó, mert hogy jól esett, mert azért ilyen bulik nem sűrűn vannak Kisteleken. Ilyen komolyabb szabásúak. És egyébként mikor legyen a folytatása szerinted ennek? Minél hamarabb. Hol vagyunk most jelenleg? Kisteleken, Vásártér. Szoktál ide járni, vásárolni, ilyesmi?
Hát édesanyám, a 4 éve járunk piacra, olyan alkuképes ember vagyok, hogy beszartok. Milyen jó trükkök vannak, vagy milyen? Miket szoktanak alkalmazni? Az a fontos, hogy nem szabad magyarul beszélni, azt kell mondani, hogy mosna forint. És akkor le tudsz alkudni bármit. Milyen jobb, amikor eljössz ide vásárolni a vásártérre, vagy amikor rendeznek egy open air fesztivált? A fesztivál mellett szavazok, mert az geci jó. Legyen folytatása ennek a rendezvénynek? Igen. Srácok, lányok, most melyik következik? Melyik zenén következik? Összes! Az összes. Ha legyogtuk a felé. Látom, hogy itt van középen a kristeleki csullakeng. Itt van a kemény mag. Csináld meg a kört! Csináld meg a kört! Mi történt veled meg a lábaddal? Aki adott egy medve puszit! Nem áll! Ez van a pakliba! De nem én puszítom meg! Hanem a medve! Hova valósiak vagytok? Szegedről jöttünk! Én küsszel ki! Szeged! Én a hagyői! Nagyon jó a pinád! Nagyon jó a pinád! Ahogy Deák Ferenc mondanád! Nagyon jó a pinád! Nagyon jó a pinád! Milyen gyakran mentek el bulizni? Hát, hetente kétszer! Hát, várjál! Milyen gyakran? Hát, nem tudom! Sokat melózok, de azért megyünk! A műszeres csőcsokábrát, a veszik összeszer értettes, az egyes sokat látod ma zenében. Ezen így vagy ízek az ember szemébe, egyszer-egyszer megértem, de rász, hogy megy a sebébe. Most hiszem összefügg minden, mindennel, minden szellem összefog minden. To be thinking we saw, we don't play. Hope you're ready for the next episode. Hold up. Van szerencsém bemutatni a kedves nézőinknek. 3 év pályafutásunk alatt először találkozunk az The Unicorns-a. Hogy mondjátok? The Unicorns, így van. Mi vitt titeket arra, hogy beöltözzetek és DJ-k legyetek? Hát igazából, ugye ő már régóta DJ-skedik, én bulikat szerveztem, bebasztunk, és jött ez az ötlet. Hát így van, egyszer csak bebasztunk, másnap reggel kitaláltunk, hogy legyünk unikornisok, és így jött az egész. Hogy látjátok, milyen sikerrel működtek a klubokban és a fesztiválokon? Hát igazából egyre jobban törünk előre, egyre több buli van, egyre jobban kezdik elfogadni itt a szakmában is minket, ugye a DJ-k, szervezők, és egyre több bulink van szerencsére. Készültök valamilyen újdonsággal megjelenésre az őszre? Hát most készül az új zenénk, ez egy elég erős cucc lesz, szerintem megborítja az egész országot. Várjuk szeretettel! Hát mi is várjuk! Ez a dolgos, hogy arról szól, hogy jön a basszus, hogy megint elszúrjon. Tetszik,
nagyon régen találkoztunk, hogy őszinte legyek, az a videó ki sem került 2 évvel ezelőtt, mert nem volt jó a hangsáv a mi hibánkból. Akkor mondnak, könyörgöm, hogy nem az én hibám miatt. Mi történt veletek a 2 év során? Kicsit többen lettetek a színpadon. Hát igen, jó a kérdés, mert hogy az történt velünk, hogy már nem velem. Tehát, hogy velünk, mi nagyjából másfél éve kötően 2 éve kezdtünk így összeállni. Rajtunk kívül még van egy szólógitáros, a Partos Bence, akit egyébként most a Benny helyettesít, meg van egy basszusgitárosunk, Kovács Dávid, és Partos, hány nevet mondjak még? És Szalai Zsolt a dobosunk. Szakrofon, Baracskai Rita, és énekes, Minya Vivien. Most robban ki 2 hete a YouTube-ra az új számotok, a Kertes házadákon? Igen. És már több mint 10 000-en megtekintették. 11.256, de ki számolja? Melyik az eddigi legjobb zenétek nézettségileg? Nagyon jó a Pinád. Most is élvezte a közönség. Hát persze, hát a Pinát azt mindenki élvezi. Tessék, Jézusom, ezt cenzúrázzuk. Milyen terveitek vannak őszre? Rita a tervfelelős. Vivi a tervfelelős. Ősszel lesz egy pesti koncertünk, ezen kívül dalírás, próbálunk ezerrel, és alakítgatjuk ki, hogy egyre több koncertünk legyen ezzel a felállással is. Köszönjük szépen, hogy megnéztétek a mai epizódot, tartsatok meg ezt a jó szokásodokat. A mai napon itt voltunk Kisteleken, az Open Projekten, itt volt velünk a... Szóval itt voltunk a Lumen Pranás Örésben Audio Poétán, de itt volt velünk az Unicorns DJ is. Száboljatok fel Ruberre! Úgyhogy köszönjük szépen, hogy velünk tartottatok! Csak a Csula Gang! Jövő héten találkozunk, sziasztok! Csak a Csula Gang! Szia, Szabó Ádám vagyok, és nézzétek a Partiség közt!